Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, most direkt halkal köszöntem be, ugyanis annyi izét kaptam, hogy valaki ráment a videómra, és egyből süketítést kapott, vagy nem tudom mit, hogy ja, most direkt így köszönök be, de viszont most szólok előtte, most a videó előtt, hogy aki esetleg este nézi, vagy úgy nézi, hogy ott vannak a szülei, és nem akar ordibást hallani, az dugja be a fülhallgatót. Na, szóval! És itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy rejtélyes repedést fogunk lehetőleg megkeresni a Minecraftban, legalábbis reméljük. Igazából annyi a lényeg, hogy elvileg van egy gonosz lény ebben a városban, ahol vagyunk. Na várjatok, ebben a házban kezdtem alapból. Itt egy óriási nagy város, és elvileg ebben a városban kéne találnunk valami repedésszerűt valamelyik házon. Házban, és elvileg ott kéne abba lennie valami szuper gonosz tevőnek, akit majd nekem le kéne győzni. Szóval elsősorban én megpróbálok valami segítséget gyűjteni. Nem tudom, hogy itt még esetleg van bármi, ami nem tudom, a segítségünkre szolgálna, és talán egyszerűbb dolgunk lenne legyőzni azt a kedves szörnyeteket, vagy valami. De hát, ha találunk valamit, bizakodunk benne. Addig is, srácok, nagyon-nagyon szépen meg szeretném köszönni, ugyanis a mai napon a csatornámon eléggé valószínű, hogy el fogjuk érni a 40 ezer feliratkozót. És hát egyszerűen tényleg nagyon-nagyon klasszok vagytok, hogy ennyire repesztünk tényleg előre. Tényleg egyszerűen ezt nem nagyon tudom, hogy hova tenni. Tehát nagyon-nagyon köszönöm szépen, nagyon királyok vagytok, és ja, nagyon hálás vagyok ezért, hogy ennyire nagyon durván megyünk előre. Remélem, hogy még a nyáron az 50 ezeret el tudjuk érni. Az már 500 000 feliratkozó, azért az is eléggé menő lenne. Szóval ja, de hát ez nem rajtam múlik, vagyis hát egy bizonyos szinten rajtam is, de na, értitek a lényeget. Szóval, akkor fel kéne valamit fedezni, legalábbis én most próbálom átnézni a házakat, hát találunk valami olyan dolgot, ami esetleg valami olyan jel lenne, hogy bármiféle segítséget fogunk tudni kapni. Itt igen, itt még van egy emelet. Jó, lol. Na, hoppá, hoppá, na erre nem számítottam, ki ez? Falusi, na, itt egy falusi srácok, és ez rendesen mozog. Ez rendesen mozog, ez nem csak egy ilyen álfalusi, vagy nem tudom, ez mit csinál? Valamit csinál, néz ki az ablakon, és bólogat közben. Hello, szia, úgy tűnik, hogy megijedett. Mennyire királyul néz már ki így ez a igazi falusi, vagy ilyen falusi skin, de mint hogyha így értitek, tehát így, na, ilyen, mindegy, nem tudom ezt nektek elmagyarázni, nagyon nem tudom ezt megfogalmazni. Na, falusi, figyelj már, először is bemutatkozok, én Dani vagyok, és szia idegen, miért jöttél? Na, az én nevem Dani, és igazából azért jöttem, mert hallottam egy ilyenféle szóbeszédet, hogy van valami repedés elvileg, vagy valami ilyen repedéses cucc ebben a faluban, vagyis városban, vagy nem tudom, hogy mi ez igazából, nem néztem utána. És elvileg ott valami szörnyet tudok találni. És én szeretek szörnyeket legyőzni, akik gonoszak úgymond a Minecraftban, szóval ezért vállalkozok erre a feladatra. Ne bánts, kérlek, odaadok neked mindent. Nem bántalak, nyugi. Úgy mennyire félősek már itt az emberek, hogyha így valaki bejön így a házuk. Jó, mondjuk azért meg tudom érteni, hogyha most így való életben így valaki így random bejön a házamba, és így értitek, most itt gépezek, itt így gépezek, és egyszer csak így bum, valaki így itt van mögöttem, az hello, szia, tehát hogy így lehet, hogy én is megijednék, na de mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy tud esetleg nekünk segíteni. Igen, erről a legendáról tudok pontosabban, csak hallottam róla. És nem tudod esetleg, hogy bírom azt a kedves legendát, vagy nem tudom mit legyőzni, vagy megtalálni, vagy bármi, mert mindenféle segítség most eléggé jól jönne, mert kicsikét tanástalan vagyok, hogy itt halt állom, mert eléggé nagy ez a falu, aztán érted, te úgy tűnik, hogy itt eléggé sok dolgot tudhatsz, mondjuk eléggé félős vagy, szóval, na mindegy. Hát először is meg kéne találni, mert eddig, aha, értem, még senki nem mert vele szembeszállni, értem, jó, és semmilyen kardom nincsen. Semmilyen felszerelésem nincsen, semmi, tehát az azon, hogy semmim nincsen, és egy fakarddal nem akarnék kiállni ellene, szóval esetleg nem tudnál valami szettet, vagy valamit kölcsön adni, amivel
idéglenesen oda tudnék menni, aztán legyőzni meg ilyenek. Figyelj, ezekről én gondoskodok, odaadom neked. Na, egészen jó, jó mondjuk igazából, nem azért mondom, de ide jövök egy faluba így random, amit így életemben nem láttam, azt meg akarom őket menteni valami gonosztól, szóval, ja. A legerősebb kardot a falu történetében. Hoppá, akkor tényleg jó ember találtunk meg. Na, falusikám, akkor léci, passzold már azt a kardot, vagy nem tudom, itt van valahol így elrejtve, vagy bármi. Jó jönne, na, húha. Kiütötted a tetőt, hallod, itt be fog ázni majd a eső, mondjuk mindegy, jó, nem szólok semmit. Na, falusi, amint odaadod a cuccokat, vagyis srácok, amint odaadja nekünk a cuccokat, benne van a hátizsákomba, hol van? Megkeresem. Ja, várjál, ja, azt gondolom ott van rajta, vagy nem tudom. Na, add ide, passzold a cuccot! Ó, Ender Chest, értem, jó. Na, király srácok, akkor meg lesznek a cuccaink elvileg, amivel, aha, nagyon király, milyen, milyen cuccokat kapunk, na, atompenge, ejha, nem rossz, hallod, egészen jó kis királyfalusi vagy, hát figyelj, köszönöm szépen a segítséget, és kösz szépen, hogy, hogy megmutattad nekünk a dolgokat, akkor én tovább keresem gyors, és megpróbálom megtalálni, és lehetőleg legyőzni, beállt elém. Ezzel menni fog, sok sikert kívánok neked, köszönöm szépen, kedves falusi, és hát neked is sok sikert, mert hogyha most elbukok, akkor rip a szettednek és rip a falunak, nem az, hogy remélem, hanem sajnos, eléggé valószínű. És légy ügyes, annyit segítek, hogy igen, segít nekünk, a kastély környékén találod. Jó, rendben van, köszönöm szépen, és hát szép napot neked, meg jó, látom ezeknél a elköszönés azt, hogy adnak nekem egy taslit. Elvileg akkor, srácok, egy kastélyt kéne keresnünk, nem tudom pontosan, hogy miféle kastély, szóval mit jelent itt úgymond a kastély szó. Ez is például egy egészen nagy háznak tűnik, vagy nem is tudom minek, de nem tudom, valamilyen olyan dolgot kell keresnünk, ami kitüllemkedik úgymond az egész városban. Elnézek errefele is, merre még szerintem, aha, na az ott eléggé nagyon egy kastélynak tűnik, srácok. Ott is ott van valami, ez nagyon egy kastélynak tűnik, srácok. Oké, akkor én azt mondom, hogy én de be is megyek szépen, kastély, aha, nagyon király, jó. Mondjuk csak azt mondod, hogy a kastély környéke, nem biztos, hogy a kastélyban, ott van valami, trón, ott van valami és ott egy tábla, na várjatok. Hogyha az ott a repedés, amit elvileg nekem meg kéne találnom, akkor ez pont itt a trón mellett lenne, na várjatok. Itt van valami benn. Aha, itt van valami benn. Na várjatok. Mi? Ott van valakinek a neve. Ott van Terror... mi ez? Na várjatok. Én lemerjek ide menni. Jó, lemerek ide menni, mert... mit csinál? Na várjatok. Ez Terror Brine. Ez Terror Brine. Mit csinál? Random ége. Mi van? Ezt nem értem. Hello? Hallod? Szia, felgyulladta az izét. Felgyulladta a cuccod! Várjál, segítek! Jó, beveszek egy ópiam. Úristen, milyen szeme van, srácok! Ne! Hallod? Ja, mondjuk amúgy van rajtam tűzállóság. Ha, ezt benézted! Hallod? Te, oké. Okay. Szia, te vagy az a hatalmas ember, akit elvileg nem tudok legyőzni. Üdvözöllek, vagy üdv a találkozásomnak, vagy örvendek igazából. Hú, de komolyan kigyulladt, hallod, itt a lakásod, itt gondok vannak. A srácok, ahogy láttam, így elállítottan a gyablatüzet. Terror Brian, hallod? Nem azért mondom, de veled még nem nagyon találkoztam, szóval leírnád itt így a szándékaidat, hogy mit keresel itt? Igen, Dani, én vagyok az, és azért vagyok itt, hogy a falu összes házába repedéseket csináljak, és ezáltal elfoglaljam az egész világot, ha-ha-ha. Hát ez nem túl szép dolog tőled, kedves Terror Brian. Van egy rossz hírem. Tudom itt, van egy rossz hírem. Figyelj, tudod, hogy mi ez a rossz hír? Meg van egy olyan dolog, amiről tudok, hogy valamiért nem fog ez sikerülni. Elmondjam? Akarod? Na, annyit segítek, hogy én itt vagyok! Igen, na, szálljátok ezt, valami epikebben akartam. Na, várjatok, valahogy ezt így. Mert én itt vagyok, és ebben meg foglak téged akadályozni. Ezt nem viccként szántam, ezt komolyan gondoltam, én itt vagyok és meg foglak téged ebben akadályozni. Akármit is teszel, neked most véged lesz, kedves Terror Brian. Szóval, te tök feleslegesen próbálsz itt most valószínűleg kegyelemért könyörögni itt a táblán. Meg ilyenek, ja amúgy a kedvencem, úgyhogy egy csomó néző írja, hogy ne rángassam így a kamerát, de tök jó, hogy beleélni magamat, hogy közben rángatom így a kamerát. Nagyon vicces vagy, komolyan mondom. Mit vicces ezzel engem? Hallod? Mi dobott rám lassúságot? Na te! Srácok! Azt mondták, hogy ezzel a karddal megbírom ölni.
Halljátok? Azt mondták, hogy ezzel a karral le bírom győzni. Az a falus elég csúnyán átvert. Küzdeni akarsz? Így van. Küzdjünk meg. Egy olyan 1v1-et toljunk itt, amire mindenki emlékezni fog, és tudják, hogy ha legyőztelek megint, vagyis hát nem megint, hanem megint legyőztem egy olyan karaktert, aki el akarja foglalni a világot, és meg... azt nehogy felvedd, jó? majdnem elrotottam így az egészet. Na mindegy, igen, küzdeni akarok, kedves Terror Brian. Akkor küzdjünk meg, kell, mi az, meg kell várnod, hogy felhúzom a szettem. Jó, rendben, húzzad, kint megvárlak. Hát srácok, nagyon úgy tűnik, hogy... Jaj, oké, nagyon vicceltem. Elkezdtem már mondani, hogy nem akar itt jönni, de hirtelen hátba támadt minket. Hallod, te mennyire gonosz vagy? Itt vártam rád, hallod? És megfogsz, és engem te hátba támadsz. Na, srácok, ezért olyan szinten most le fogjuk őt győzni. Te voltál ideig a leggonoszabb izé, azt még villámozik is, meg nem tudom még miket csinál. Hallod, most csak ezért te leszel a legjobban legyőző, akit én valaha le... Aha, te itt próbálsz engem villámozgatni, hát nagyon elhitted, hogy ezzel több esélyed lesz. Így is, úgy is, oké, közben tűzgolyózik is minket, srácok. Na csak azért is, ezért most te nagyon durván szét leszel szedve. Itt te ilyen lyukakból, vagy repedésekből, ott rázza a fejét. Te ilyen repedésekkel akarod elfoglalni a világot, hát nagyon elhitted. Most srácok, gondoljatok bele, hogy egyszer csak így random, így a házatokon lesz egy repedés, és ott lesz Terror Brand. Hát most na, most eszünk szépen megakadá... Úristen. Azért leszannolt ilyen pókat is, na mi most ezt fogjuk megakadályozni azzal, hogy Terror Brand szépen le fogjuk győzni, és megakadályozzuk a világuralomra törését. Gyerünk Hero Brand, vagy Hero Brand, most véletlen Hero Brandnak hívtam, Terror Brand, de a kettő az full különböző. Ennek az a neve, hogy Terror, az meg Hero. Szóval ja, Terror Brand, élvezd ki, hogy még élsz, ugyanis nem sokára már legyőzött Brian leszel. Úristen, közben itt lögdös lenne, jó van? Tudod mit? Menjünk be szépen a város közepébe, hogy mindenki lássa a házából, hogy te leszel győzve, gyere! Na gyere! Itt szépen a város közepén, itt fogjuk lejátszani Hero Brian, vagy miért mindig Hero Brian-t mondok? Megint Hero Brian-t mondtam. Srácok, mindig elfelejtem, hogy Terror Brian, hát komolyan mondom, annyiféle Brian létezik már ebben a Minecraftban, hogy ja, volt már zombi Hero Brian, volt már sima Hero Brian, volt szellem Hero Brian, most meg itt van egy, úristen, most meg itt van egy Terror Brian, aki nagyon-nagyon nagyra akar törni, ideig ugye Hero Brian csak a pokolt uralta, ő pedig valószínűleg az egész világot akarja uralni, ami ezért nem túl kedves. Gyerünk, oké, nem lesz szerintem mások, csak nem lesz sok, legalábbis ott nagyon remélem, gyerünk. Meg kell tudnunk ölni, most nem szeret beúpja, mert szerintem már lef... Aha, szerintem már igen, le is járt neki a izéje. Gyerünk, lejárt az ópia a hatása? Meg kell ölni! Hány ütés vagy, mi te? Hallod, milyen erős szettje van ennek? Srácok, gyerünk, már nem kell, sok, remélem. Hajd már meg! Jó, meghalt, jó. Istenem, srácok, már nem tudom mióta le volt járva az ópia, és még mindig nem halt meg, de sikeresen le tudtuk győzni Terror Brian-t végre! Hát teljesen kiégtem ebből a srác, hogy meddig bírta, hogy egészen sokáig bírta, vagy úgy ahhoz képest, szóval ja. Hát srácok, legyőztük a izét, ezt a kardot majd én még vissza fogom vinni még szépen a falusinak, ugye, aki odaadta nekünk. Szóval, de amúgy itt legalább szereztünk még egy ilyen, ja, még egy ilyen szettet, ami nekünk van. Na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszi, itt voltok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyitom meg a csengőt, és ja, találkozunk legközelebb, jó pihenés, meg mindent, sziasztok!